Zárva tartottak az üzletek még március elején Nyíregyháza sétáló övezetében. Ez az ékszer üzlet például éppen azért indított el webáruházat, hogy a korlátozások alatt is eladhassa termékeit. Nagyon sokan tettek így a koronavírus járvány berobbanása óta. 2020-ban több mint másfélszeresére nőtt az e-kereskedelem forgalma, ez azonban számos üzlet logisztikájában problémát okozott. Akár csak ha idén januárt nézzük, amikor már azért volt egy pár hullám, tehát már hozzászokhattunk volna, hogy ez felpörgött. Tehát ügyfeleinknél mondjuk január-február-márciusban volt, hogy ilyen a karácsonyi forgalomnak a kétszerese, háromszorosa ment, ami amúgy korábban évi mondjuk egy hétig ment ilyen szinten, az most lehet, hogy hónapokig ment. Viszont utána meg, amikor kinyitott újra egy kicsit a világ most nyáron, és újra mehettünk rendes üzletekbe, és hogy az embereknek már ez hiányzott, hogy jöhessenek, mehessenek, akkor kicsit így elterülődött a figyelem az online-ról, és sok ügyfelünknél, meg hát sok nyilván más webshopnál is csökkent a forgalom. És így kialakultak olyan helyzetek, hogy mondjuk lehet, hogy egyik hónapban 20 ember is kevés lett volna, mondjuk egy komolyabb webshopnak a logisztikáját megoldani, mert olyan sok rendelés jön, de lehet, hogy 3 hét múlva meg 5 ember kellett. Emiatt van az, hogy a webáruházak nem tudnak előre tervezni, így egyes időszakokban hatalmas munkaerő hiány alakult ki, az utóbbi időszakokban viszont sok volt a felesleges munkaerő. Ezek a vállalkozások ezért most már nem is elsősorban teljes munkaidős alkalmazottakat keresnek, hanem diákokat foglalkoztatnak, akik szükség esetén gyorsan mozdíthatóak. A szakember szerint a folyamatosan változó helyzetet a vásárlók is megérzik. Ez egy tipikus helyzet, hogy akit eddig szerettem egy webshopot, jól, gyorsan szállítottak, hibátlanul csomagoltak, most elkezdenek késni, nem olyan a csomag, nem olyan az ügyfélszolgálat, és szerintem ez egy kicsit hosszabb távon, de már ez talán most is kijön, ez egy ilyen átrendeződés, vagy mondhatjuk azt is, hogy tisztulást okoz, hogy azok, akik, vagy azon webshopok, akik mögött nem olyan képzett, vagy nem olyan felkészült a vállalkozó, és nem tud ezzel lépést tartani, azok mennek a levesbe előbb-utóbb, most így nagyon leegyszerűsítve, és akik meg tudják ezt a tempót tartani, ők meg még nagyobbak lehetnek, és ez igazából a fogyasztóknak is szerintem jó. A járvány alatt tapasztalt dömping a korlátozások feloldásával némiképp visszaesett, de jelenleg is sokkal nagyobb az online áruházak forgalma, mint a pandémia előtt volt. A korábbiakhoz képest az élelmiszerek, valamint a különböző vitaminok és egészségügyi védőeszközök kereslete emelkedett a leginkább.